Sziasztok, mindenkit üdvözlök! Megint csak egy nagyon érdekes videóval jövök, és elég tanulságos is szerintem, ezért úgy gondoltam, hogy mindenféleképpen bemutatom nektek, hogy hogyan is tudtunk megint nagyon jól kijönni privátban, egyéni feltételekkel, egy shadow configgal. Volt már rá példa, hogy 100 000 forintot tudtunk spórolni egy összeállításhoz képest, és talán ennyire nem volt bonyolult a kérdés, első hallásra úgy tűnhet, hogy ki tudja, hogy milyen rossz összeállításról van szó. Igazából nehezen derül ki, hogy hogyan is sikerült, de mindenre ki fogok térni. Jött egy e-mail, hogy milyen konfigot szeretne összeállítani kedves érdeklődő, és ha megnézitek a konfigot, az alkatrészeket egyáltalán nem rossz, vagy nem tűnik rossznak, tehát AMD Ryzen 5 2600X, ott az Asus ROG Strix B450-nél már gyanakodhatunk, hiszen a ROG Strix alaplapok nem olyan olcsók, de 16 GB HyperX Predator RAM, Asus ROG Strix RTX 2060, Zalma Z9 és FSP Hydro 650. Ugye ez GL táp, nekem is ez van, olyan 30 000 forintos 80 plusz gold moduláris tápegység. Nagyon jó egyébként, de majd erre is kitérek. SSD-je már volt, HDD kérdése nem derült ki. Én úgy számoltam, hogy mivel ő nem írta, hogy szükségeltetik-e neki, hogy külön javasoltam, ha mégis meggondolná, de alaphelyzetben a HDD-t nem számoltam bele, egyébként 12 000 forintos tétel. Én nem számoltam utána, hogy ő honnan kalkulált ezt, lehet, hogy a legdrágább üzletből, nem tudom, fogalmam sincsen. Egyébként nagyon vigyázunk a boltokkal, pláne az ilyen YouTube-os boltokkal, nem mondok neveket, de vannak elég drága üzletek, és ha nem járunk után rendesen, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy máshol is annyi az annyi. De ő azt írta, hogy 380 000 forintra jött ki ezzel az összeállítással, és szeretne olyan 300 000 forint körül megmaradni, esetleg kicsit több. És azon vacilált, hogy akkor nem a videókártyát kellene egy 1060-ra vagy egy RX 580-ra cserélni, ami fatális nagy melléfogás lett volna. A lényeg annyi, hogy ez nem derült ki, hogy ő hol szemezte volna ennyiért a konfigot, de az biztos, hogy rohadt drága lett volna. Már ránézés is gondoltam, hogy ennél jóval olcsóbbra fogunk kijönni, azonban én sem vagyok egy árlexikon, hogy mi mennyibe kerül, mikor, hogy ráadásul naponta változnak az árak, hiába nézem meg az egyik nap, hogy mi mennyibe kerül, lehet, hogy másnap vagy harmadnap már másik boltba olcsóbb lesz valami, vagy összességében olcsóbb lesz valami, ez nagyon jellemző. És hát leültem összenézni a dolgokat, nagyjából elvárásnak megfelelően, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól jöttünk ki. Apró módosítások történtek, de semmiféleképpen nem az, hogy az RTX 2060 a 1060-ra cseréljem. Végösszegnek a 380 000-ből lett 272 000. Én úgy gondolom, hogy bárhogy is kalkulált, nagyon jól tette, hogy megkeresett, hiszen azért ez bő 100 000 forint. Ha hozzávesszük a HDD-t, ami nem derült ki, hogy kell-e akkor végül is, hogy nem, akkor picikét többnek számít, ugye 12 000 forintért lehet egy VD Blue 1 terabájtot kalkulálni. De nézzük az alkatrészeket, a Ryzen 5 2600X helyett én simát javasoltam, 10 000 forinttal olcsóbb. Ha nagyon akarjuk, tudjuk még húzni, semmivel nem tud így többet a 2600X. Ráadásul ő kalkulált custom hűtőt is a 2600-asra, főleg, hogyha nem is húzunk, bőven elég a gyári hűtő jár hozzá, nagyon fontos, nem kell plusz 10 000 forintot mondjuk kiadni egy hűtőre, vagy még többet. A Gigabyte-tól a B450MDS 3 hálapot javasoltam, nagyon jó áron megkapni, nagyon jó a felszereltsége már, hiszen 4 memória foglalattal adják, ráadásul ezek elég magas memória óriát is támogatnak. Nagyon jó áron találtam neki 3000 MHz-es RAM kittet a 2666 helyett, 30 000 forintért G.Pon Skill a 16 GB RAM-ot. Tápnak tudtunk spórolni, úgy gondolom, hogy egy FSP Hexa 650 watt, 85 plusz bronz, tehát bőven elég ez a konfighoz, még ha húzza is a processzort, mindent kiszolgál egy ilyen tápegység. Zalma Z9 az maradt
elvárás szerint ő ezt nézte ki magának. Nyilvánvalóan lett volna még olcsóban is nagyon jó árérték arányú gépház ehhez a konfighoz, már a Zalman Z3 is nagyon jó, és ennél olcsóbb, de ezt meghagytam neki, így is bőven tudtunk spórolni. RTX 2060-ból én a Gigabyte-ot javaslom, nagyon jó árba van, nagyon jó teljesítmény, ugye a WinForce 2-es hűtéssel. GTX 1070 Ti környéke ez a videókártya, játékfüggő, van ahol tényleg ott liheg a GTX 1080-nak a sarkában, úgyhogy nagyon jó teljesítmény jellemzi ezt a videókártyát. Az fontos tudni, hogy nem kell foglalkoznunk az RTX technológiával, elég a teljesítményért megvennünk ezt a videókártyát, hiszen hogyha mondjuk olyan új játékokban, mint a Metro vagy a Battlefield-öt bekapcsoljuk ezt a funkciót, akkor jócskán megcsappan az FPS szám. Írtam magyarázó szöveget is, szoktam általában, hogy mit, miért, meg hogy gondolok. A lényeg annyi lenne, hogy ennél az esetnél máskor kiderült, hogy pontosan mi alapján tudtunk 100 000 forintot spórolni. Nem derült ki, hogy ő honnan kalkulálta, viszont ijesztően sok volt az a 380 ezer forint, és rengeteg dolog szóba jöhet egy látszólag jó konfignál is. Ezen van a hangsúly, hogy vannak például a nagy PC üzletláncoknak is már YouTube csatornái, én többnél láttam, szoktam nézni ezeket, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok elragadtatva, mert látjátok, hogy milyen csalóka tud lenni ez a dolog, vagy ha nem ez, akkor nézzétek meg a korábbi ilyen videómat, mikor 100 ezer forintot spóroltunk, vagy 70 ezer forintot spóroltunk. Nagyon csalóka, és higgyétek el, a PC boltosok értik ezt a különbözetet, hogy hogyan lehet a legjobbat kihozni, és hogyan lehet csalókán a legjobbat kihozni, pláne hogyha nem is a legolcsóbb boltról van szó. És sok 10 000 forintot lehet itt bukni, úgyhogy észre sem veszed, és az természetesen pluszba üti a boltosoknak a markát. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!